Vannak különleges időjárási helyzetek, mint például a mai, amikor ilyen borult, esős és szeles időjárás van, amikor a fény és ugye a napsütés nem igazán hatol be a vízbe, ezért nagyon-nagyon fontosak például az UV színek ilyenkor. A jelenlegi gyenge fényviszonyok mellett az UV reaktív csalik jobban látszanak a víz alatt, amit az emberi szem nem lát, azt ők bizony sokkal jobban látják. Ez a pici különbség jelenti azt, hogy az ember fog, vagy nem fog. Hogyha ilyen idő van, mint most, és ennyire rossz az átláthatósága a víznek, akkor különösen számíthat ez, amikor olyan halakra horgászunk, mint a sügér, vagy a süllő. 10-15 évvel ezelőtt, amikor a Tiszán horgáztam, még jóval fiatalabb voltam, nem voltak még ilyen UV reaktív színek. Nem voltak ilyen csodálatos mérnöki okosságok. Akkor például jöttünk rá, hogy 6-8-10 méter mélyen is látszódnak a színek. Bármilyen hihetetlen utána víz alatti felvételeket lehetett látni, hogy a világos színek hogy tompulnak el, a sötétebb színek hogy válnak egyre jobban láthatóvá. Egész pici különbségek jelentették akkor is a kapásokat, amiket elértünk pergetés során. Akkor még nem gondoltuk azt, hogy ennek ilyen jelentősége lesz. A 21. században eltelt 10-15 év, és most már egészen fantasztikus dolgokat tudnak csinálni a mérnökök. Ha akkor lett volna ilyen UV reaktív csalim, akkor biztos nem kísérleteztem volna annyit vele, hogy mi az igazán jó. Nem kellett volna annyi trükköt bevetni, hogy kapásaim legyenek a szép süllőkre. Úgyhogy szerintem ez egy óriási segítség a jelen helyzetben a pergetőknek, és segítik a mérnökök és a gyártók azzal a pecásokat, hogy ilyen klassz dolgokat csinálnak. Szerintem mindenkinek érdemes lesz kipróbálni. Biztos ti is sokat horgáztok ilyen időjárási körülmények között. Ha eddig nem tettétek, akkor próbáljátok meg, ha ilyen borús az idő, vagy hogyha nem lehet jól átlátni a vizen, mert zavaros, vagy bármi másból adódóan a szél felkavarta, használjátok az UV csalikat, így éljetek el, nem fogjátok megbánni.